A GINOPOS projektek mellé monitoringbizottsági rendszer jött létre, amely folyamatosan figyelemmel kíséri a programok tervezését, ütemezését, végrehajtását és módosítását. Ezek értékelése fél évente esedékes. A 2019-es első ülést Nyíregyházán tartotta a bizottság, hiszen itt olyan mértékű és minőségű fejlesztések vannak, amelyek a szakemberek szerint példaértékűek. 44 centrumunk van, most azért némi átalakítás van folyamatban jelenleg, és 40 centrumunk lesz szeptembertől, ami azt jelenti, hogy ma már van olyan tapasztalatunk, hogy hát azt nem mondom, hogy kategorizálni lehet, de azért hát vannak nagyon jól működő centrumok, és vannak, akik tanulhatnak a másiktól. A Nyíregyházi azt gondolom olyan, akitől tanulni lehet. Úgyhogy nem véletlenül vagyunk itt elég gyakran, és szívesen is jövünk Nyíregyházára. Ugye ez nagyon lényeges, hogy egy szakképzés akkor működik jól, hogyha maga a város vezetése is támogatja az oktatást, és ez ezen a helyen így igaz. A város vezetése és a minisztérium is elismeri a 2015 óta folyó munkát a Nyíregyházi Oktatási Intézményben. A folyamatos fejlesztések megfelelnek az országos stratégiának is, így a szakképzés 4.0 elvárásainak is. A jelenleg futó fejlesztési terveket 2018-ban aktualizálta az intézmény, ezeket támogatják a GINOPOS projektek, amelyek közül a legújabb a Nyíregyházi Szakképzési Centrum átfogó fejlesztése című program. 512 millió forintos támogatásból valósítjuk meg a projektet. Ez részben Európai Uniós, részben hazai forrásból származó összeg lesz. Tulajdonképpen átfogó fejlesztésről beszélünk, tehát a szakképzési centrum minden területét érinti. Átgondoljuk, megváltoztatjuk azokat a belső szabályozásokat, azokat a folyamatokat, amelyekre szükség van ahhoz, hogy a lemorzsolódást csökkenteni tudjuk. Módszertani fejlesztésben vesznek részt a pedagógusaink, hogy a tanulók kompetencia fejlesztését megfelelően végezzék a tanórákon. Igyekeztünk informatikai eszközfejlesztése és digitális közösségi alkotóműhely kialakítására is megfelelő összegeket fordítani. Célunk az lenne tulajdonképpen, hogy a tanulók elsajátítsák azokat a digitális képességeket, amelyekkel ma a munkaerőpiacon érvényesülni tudnak. A program célja, hogy kiszolgálják a térség gazdálkodó szerveit, és minőségű szakemberképzés jöjjön létre nem csak az iskola rendszerű, de a felnőtt képzésben is. A fejlesztések ezért kiterjednek a pályaorientációra, a vállalati kapcsolattartásra és erősítésre, valamint a korai iskola elhagyás, lemorzsolódás csökkentésére. Az egyik legkiemelkedőbb része a projektnek a közel 300 négyzetméteres alkotó műhely, amelynek célja, hogy óvodáskortól egészen az idősekig mindenki számára vonzóvá tegyék a szakképzést. Ez az alkotó műhely otthont ad például tanár továbbképzéseknek. Nagyon fontos, hogy szoros kapcsolatot alakítottunk ki a nagyvállalatokkal, KKV-kkal, akik minden hónapban tartanak egy általunk szervezett tematikus szakmai napot, ahol akár mondjuk például egy gépészet területén több KKV nagyvállalat itt van, és bemutatják azokat az új technológiákat, azokat az elvárásokat, amelyre nekik szükségük van a mindennapokban. Ezeken a programokon részt vesznek a diákjaink, részt vesznek a kollégáink, és hát igyekszünk nagyon sok szakképzési fórumot szervezni szintén itt az alkotó műhelyben. Ez a projekt 2017. december 15-én indult, a befejezés tervezett időpontja pedig 2020. június 15-e.